sok minden történt idén is Rózsavölgyben. Az évet fogjuk értékelni a következő percekben. Szeretettel köszöntöm Jurás Lászlót a stúdióban. A kezében van egy kiadvány, egy szórólap, amely bemutatja, hogy mi minden valósult meg Rózsavölgyben idén. Én sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, a kezemben van az utolsó, most elkészült képviselő hírlevelem. Ebben tájékoztatom a lakosságot arra a Rózsavölgy részét, akit én képviselek, hogy mik történtek ebben az évben. Itt szépen felsoroltam kis fotókkal illusztrálva, hogy mégis kicsit izgalmasabb, ne ilyen száraz anyag legyen. Tulajdonképpen megoldódott a patak mellett élőknek az ügye, akik ugye ott évelején volt egy kis felháborodás abból, hogy a telekhatárok hol vannak, ez megoldódott. Ahogy beszéltünk arról, hogy többen kérték, hogy padokat helyezzünk ki különböző pontokra, vagy padokat festünk le a elágazásnál. A következő nagyon sokat, nagyon figyeltem a takarításra, és így kértem a Városfejlesztő Kft-t, hogy a speciálisan vásárolt ilyen takarítógépükkel járják Rózsavölgyet, azért, hogy az is tisztább és szebb legyen. Vagy beszélhetünk itt a játszótérről. A játszótér ugye az, amelyik most már egy olyan kivitelezésben van, tehát a tervezés történik jelen pillanatban, és tavasszal megtörténik a kivitelezés, és ez egy közel 40 millió forintos felújítás lesz, és azt kell tudni, hogy sokkal nagyobb lesz a játszóterünk, tehát mind a két irányba van lehetőség növelni a területet. Leírtam a zászlóosztásról, amit azt kell mondanom, hogy Rózsavölgyben közel 100 zászlót sikerült szétosztanom azoknak, akik szerettek volna, igényelték, és ettől sokkal szebb lesz a nemzeti ünnepeinken a városrész. Tudnék még azért, vannak persze problémák is, hogy van két utca, a Dobó utca és a Jobbágy utcában egy-egy ingatlanon nagy mennyiségű szemét, lom került elhelyezésre. Ennek a valamilyen úton való kitakarítását próbáljuk most a hatóságokkal közösen intézni. Ami még nagyon fontos, hogy az elágazásnál a Bringa Parkhoz, az Adéndre úton szeretnénk a Kej utcánál egy gyalogátkelő helyet. Ennek is már elkészültek a tervei, remélem, hogy jövőre sikerül és meg fog valósulni. Hát tulajdonképpen ezekről számoltam be itt a hírlevelembe. Akkor még utoljára, amit megemlítenék, az, hogy elindult egy ilyen faültetési projekt az én részemről, amit megígértem, hogy 20 fát fogok elültetni Rózsavölgybe a képviselőségi ciklusom alatt. Ennek már megtörtént az első üteme, és tavasszal fog folytatódni. Hát tulajdonképpen ez egy összefoglaló arról, hogy mi történt, hogy azért mindenki lássa azt, hogy azért fejlődött a városrész, és hogy mégis mindenkinek képe legyen erről. És most így évvégén a borestekről is essen szó, mert az ötödik borest is lezajlott. Igen, ez az ipartestület szervezéséből megtartottuk a ötödik borestünket. Ez egy nagyon színvonalas rendezvény, azt kell tudni, hogy 110 fő foglalt helyet a teremben, és itt két borász, a kerületünk évvállalkozója a Várszegi Pincészet, és a Dubic Pincészet borait kóstolhatták meg az érdeklődők, és fiatal vállalkozók mutatkoztak be, és mutatták be, hogy hogyan készülnek a piac, és hogyan szeretnének a jövőben meghatározó szereplői lenni a piacnak. És hát utána egy vacsora után egy fergeteges Hevesi Tamás koncerttel zártuk az estét, és azt gondolom, hogy ez nagyon színvonalos, és a vállalkozókhoz méltó rendezvényt sikerült összehoznunk a kerületben. És egy kicsit a gyerekekre is gondoljunk, ugye Mikulás ünnepség is volt. Igen, ez a héten zajlott le a Mikulás ünnepség, amit azt kell tudni, hogy az ipartestület, a Budafoki Angyalok, a BKIK és a Roma Önkormányzattal közösen összefogva már évről évre rendezzük ezeket a Mikulás ünnepségeket, és most azt kell tudni, hogy két előadást tartottunk, annyi jelentkező volt, hogy két előadást tartottunk, közel 300 gyermeknek tudtunk egy felejthetetlen estét szerezni, és hát mi is mind csapat örültünk annak, hogy egy közösséget építettünk köré, és ennek így nagyon jó a részesei lenni. Köszönöm szépen, és hát jó pihenést kívánok az év végére, és sok tevékenységet jövőre is. Köszönöm a beszélgetést. Én is hasonlókat, és boldog új évet szeretnék kívánni, és kellemes ünnepeket mindenkinek.